ha például, hogy te most lemondanál mindenről, ami veled történik, csak hagyjanak békén? Ilyen konkrétan nem. Tehát én amikor elkezdtem ezt a pályát, meg elkezdtem beletanulni ebbe az egész világba, akkor tudtam, hogy mit vállalok ezzel. Tehát azt is tudtam, hogy mire kell felkészülni, és ez a mi döntésünk. Tehát azért nem kell igazából sírni. Igazából az, amit most mondasz, ezt a kívülállók szokták mondani, de amikor benne vagy, akkor ezt nagyon nehéz. Tud fájni, tud rossz lenni, tud rossz lenni, erről szó sincs. De amit vállalunk ezzel, a jó oldalt, a rossz oldalt is vállalnunk kell. Tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy én csak a mazsolát kérem a kalácsból. Tehát ebből a rossz részét is ugyanúgy vállalunk el, és tudnunk kell kezelni pszichésen is, meg fizikailag is. Tehát az, hogy mi például, amikor összejöttünk a Lillával, akkor én azért tűntem el vele rögtön azután, hogy egy premiéren együtt jelentünk meg, és tudtam, hogy ez neki lesz nehezebb, meg ez neki lesz egy bonyolultabb folyamat. A gyerekek miatt? Gyerekek miatt, az egész helyzet miatt, és én ott úgy, ahogy ezzel előhozakodtunk, vagy előjöttünk, én rá másnap este elindultam vele 3 napra Prágába, és mondtam, hogy telefonodat kikapcsol, a telefont letesszük, és elmegyünk Prágába.